Köszöntöm kedves nézőinket, Sarek Zsuzsa vagyok, most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a személyi jövedelemadó bevallási tervezetek átnézését. Erre hívja fel a figyelmet a NAV Győr-Moson-Sopron vármegyei adó- és vámigazgatóságának szakértője. A dokumentumot május 21-én évfélig lehet elfogadni, illetve szükség esetén módosítani. Érdemes átböngészni a papír alapú tervezetet is, illetve elolvasni a mellékelt tájékoztatót, amelyben minden fontos tudnivaló megtalálható. Az idei már a 8. év, amikor a Nemzeti Adó és Vámhivatal elkészítette több millió ember személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. A folyamat automatikus, ezért a kedvezményre jogosító igazolások beküldésére sem volt szükség. Évelején mindenki megkapta a munkáltatójától a tavaly szerzett jövedelméről az igazolást, illetve a nyugdíj előtakarékossági egészségpénztári befizetéseiről szóló dokumentumot, melyek alapján ellenőrizhető a tervezet. Aki ezzel egyetért, nincs teendője, az ugyanis május 21-től hivatalosan is bevallássá válik. Akinek van ügyfélkapuja, legegyszerűbben az ESZIA oldalon tudja megnézni a tervezetet, ugye ehhez ügyfélkapus azonosítás szükséges. Ha valakinek nincs ügyfélkapuja, akkor még most sem késő nyitni, ezt kétféleképpen tudjuk megtenni, elektronikus úton e-személyi igazolvánnyal, vagy pedig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain vagy kormányablakokban. Ha valaki most dönt úgy, hogy megnyitja, ezt követően azonnal eléri az ESZIA felületen a tervezetét. Adó visszaigénylés esetén egy bankszámlaszámra, illetve postai címre is szükség lesz a kiutaláshoz, ami a tervezet elfogadását vagy a bevallás benyújtását követően 35 napon belül történik meg. Akinek befizetendő adója keletkezett, ezt teljesítheti az ESZIA felületről online bankkártyás befizetéssel, de ezen kívül átutalással, vagy csekken, vagy akár az ügyfélszolgálaton bankkártyás befizetéssel is. Ha valaki az átutalást választja, akkor a közlemény rovatba az adóazonosító jelet mindenféleképpen fel kell tüntetni. Ha valakinek a fizetendő adó és a szociális hozzájárulási adó összege együttesen nem több mint 500 ezer forint, akkor élhet azzal a lehetőséggel, hogy egy 12 havi pótlékmentes részletfizetést kérjen, akár a bevallás részeként, akár egy külön nyilatkozatban. Az első részlet megfizetésének határideje itt is május 21-e. Vannak azonban olyan adózók is, akiknek más dolgokra is oda kell figyelniük. Felhívnám a figyelmüket a mezőgazdasági őstermelőknek, az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak, hogy a bevallási tervezet a számukra csak egy ajánlás, egy segítségnyújtás. Azt mindenféleképpen ki kell egészíteniük, hogy abból érvényes bevallás legyen, vagy pedig önállóan is benyújthatják a 23 ESZIA jelű nyomtatványt. A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy az ESZIA 1+1%-áról elektronikusan és papíralapon is lehet nyilatkozni. A NAV ügyfélszolgálatai pénteken és kedden is meghosszabbított nyitvatartással várják az adózókat. A győri Szent István úti iroda pénteken 14, kedden pedig 18 óráig fogadja az ügyfeleket. 15. alkalommal rendezte meg a távközlési világnapot a Széchenyi István Egyetem távközlési tanszéke. A hallgatóságot dr. Horváth Zoltán köszöntötte. A gépészmérnöki informatikai és villamosmérnöki kar dékánja beszédében arról szólt, hogy 2024-ben a világűr meghódítása áll a rendezvény fókuszában, vagyis a legújabb űrtávközlési technológiák, a műholdas szolgáltatások és az űrkutatás lesz a középpontban. A szakmai előadásokkal párhuzamosan egy kiállításon lehetett megismerni az ipar képviselői által végzett kutatást és fejlesztési tevékenységeket. Rendben zajlanak az érettségi vizsgák a technikumokban, és elindultak a szakmai vizsgák is a szakképző intézményekben. Idén várhatóan több mint 40 ezer diák vizsgázik szakmai ismeretekből, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A legnépszerűbb szakma az idei vizsgán a villanyszerelés, amelyből 2964-en tesznek vizsgát, míg a kereskedelmi értékesítő szakmából 2367-en adnak számot tudásukról. Változatlanul magas a cukrász, a hegesztő vagy a pénzügyi, számviteli ügyintézői szakmából vizsgázók száma. Holtan találtak egy fiatal nőt és egy gyermeket Kapuváron egy családi házban szerdán kora délután. A Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság azt közölte, valószínűsíthető, hogy a 2,5 éves gyermek halálát a nő okozta, aki később öngyilkosságot követett el. Az ügyben emberölés gyanúja miatt nyomoznak. Május közepén szállítja ki a mobil növény dekorációs elemek többségét a belvárosi sétáló utcákba és terekre a Győrszol ZRT. A virágpiramisok, virágoszlopok, virágládák azokon a területeken díszítik az utcákat,
ahol a virágágyások kialakítására nincs lehetőség. Idén már 51 darab virágoszlopot helyeznek ki a belvárosban, amelyekben közel 6000 palántát ültettek el. Győr szemere vehette át Magyarországon elsőként az úgynevezett Primokiz logót. A címet azok az önkormányzatok kaphatják meg, amelyek hosszú távon vállalják, hogy támogatják a kisgyermekeket nevelő családokat. A település önkormányzatát a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezete segítette a program megvalósításában. A nyertes pályázatnak köszönhetően az önkormányzat egy nemzetközi szakmai hálózat része lett. A dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér gyermekkönyvtára a gyermekíró pályázatot hirdetett általános iskolás tanulók számára a Kulcs a te kezedben van címmel. Az alsós és felsős diákok is kaptak kulcsszavakat, amelyeket fel kell használniuk a szövegalkotáshoz. A diákok május 31-éig küldhetik be kézzel írt fogalmazásaikat. Kulcs a te kezedben van címmel hirdettünk gyermekíró pályázatot. Ennek már hagyománya van a gyermekkönyvtárban. A dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér gyermekkönyvtára gyermekíró pályázatot hirdetett. Mind az alsósok, mind a felsősök kaptak kulcsszavakat, amik mentén mesét vagy elbeszélést kell írniuk. Alsós és felsős tanulók fantáziáját szeretnénk próbára tenni. Ehhez mi segítségül megadunk kulcsszavakat. Az első négy osztályos tanulóknak 6 kulcsszó áll rendelkezésére, amit valamilyen szövegbe kell formálniuk, pontosabban mesét kell írniuk. A felsős tanulóknak egy kicsit nehezebb dolguk van, tőlük 10 kulcsszó felhasználásával egy maximum 3 oldalas elbeszélést várnak. A felsősök esetében, tehát 5.-8. osztályosok esetében 10 kulcsszót adtunk meg, tőlük egy elbeszélést várunk. Ugyanaz a feltétel, de náluk már a terjedelem is egy oldallal több, tehát 3 A4-es oldal terjedelemben várunk elbeszélést. A díjazottak száma a résztvevők számának és a beadott munkák minőségének is függvénye. A legügyesebbek könyvjutalomra számíthatnak. A pályázatok leadási határideje május 31-e péntek. Jeligés pályázatokról van szó, amit postai úton vagy e-mailben is eljuttathatnak a gyermekkönyvtár címére. A részvétel feltételeiről a könyvtár weboldalán és közösségi média felületén is olvashatnak az érdeklődők. Szombaton immár 8. alkalommal szervezik meg Dunaszegen a szigetközi gulyahajtást. A rendezvény idején is élményekkel teli családi kikapcsolódással kecsegtet. A rendezvényen több egyesület és műhely is bemutatkozik, a legkülönfélébb élményeket kínálva a látogatóknak. Lesz például tókerülő, madarásztúra, de a merende műhely jóvoltából lisztet is őrölhetnek a házi malommal vállalkozó kedvűek. A szigetközi szatyor kézművesei közül több mint 40-en lesznek jelen a rendezvényen. A gulyahajtás 11 órakor kezdődik. A győri rendezésű 13 sportágat számláló MEFOP Fest után a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság kosárlabda 4-es döntőjének is a Széchenyi István Egyetem adott otthont. Az intézmény férfi csapata 4., míg a nők 2. helyet szereztek. Kedves nézőink, ez volt ma a híradó itt az Oxigén Musicon, a zenék mellett ma este ellátogatunk Tatabányára, ahol a Jászai Mari Színház egy újabb premierjébe tekinthetünk be. Ha viszont lemaradtak róla, keressék a műsort honlapunkon, magazinjaink között. Legfrissebbeket is itt a győrihírek.hu weboldalon találják. Mindenkinek további kellemes estét kívánok, én búcsúzom, a viszontlátásra. Pénteken sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, többfelé jelentősebb mennyiségű esőre van kilátás. Hosszabb napos időszakok a Dunántúlon és délen várhatók. A szeles időben 15 és 27 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, a tartósabban borult, csapadékos északi tájakon lesz a leghűvösebb. Szombaton a helyenként párás, ködös hajnalt követően napközben sok lesz a napsütés, csak néhol északon, északkeleten fordulhat elő futó zápor, esetleg zivatar. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, napközben 23-28 fokig emelkedik a hőmérséklet.